A hirtelen beköszöntött jó idő és a nyári időszak közelettével aktuálissá vált szemünk káros napsugarak elleni védelme. A védekezés állandó jelleggel fontos, az UV-fény ugyanis láthatatlan fény, ezért tulajdonképpen észre sem vesszük, hogy milyen káros hatással lehet szemünkre. A kártékony sugarak azonban nem csak múló fájdalmakat, kellemetlenségeket, hanem komoly elváltozásokat is okozhatnak. Az akut hirtelen hatások, azaz erős könnyezés, fájdalom, amikor a beteg nem tudja kinyitni a szemét, nem tud ránk tekinteni, összezáródik hirtelen a szeme. A krónikus hatások, amik lassan lépnek föl, ezek a veszélyesebbek, mert észre se vesszük, és szürkehályogot, szemfenéki elváltozásokat, makuladegenerációt, illetve kúszóhártyát is okozhat. A káros napsugarak elleni védekezés legfőbb eszköze a napszemüveg. Nagyon fontos, hogy szaküzletekben megfelelő UV-védelemmel ellátott napszemüveget vásároljunk. Ebben segítségünkre van a termékeken található címke, amelyen fel van tüntetve, hogy az adott szemüveg hány százalékban szűri az UV-sugarakat. Ha mégsem optikában vásárolunk napszemüveget, akkor mindenképpen javasolt bevizsgáltatnunk a terméket. Erre alkalmas speciális mérőeszközt bármelyik optikában találunk. Van egy speciális UV-sugárzás mérőgépünk, amelyet, hogyha bekapcsolunk és előveszünk egy szemüveget, akkor simán csak alá kell tenni a szemüveget, és akkor beméri nekünk, hogy védve van-e a szemüveg, ami azt jelenti, hogy 400 nanométeren fogja rendesen szűrni az UV-sugarakat. Ha szemüvegünk UV-védelme ezen határérték alatt van, nem nyújt megfelelő védelmet szemünknek. A nyári időszakban kifejezetten fontos a gyermekek szemének védelme. Ha szélesebb karimájú kalapot használnak, akkor sokkal kevesebb UV-sugárzás éri a szemüket, és a gyereknapszemüvegeket szintén optikába kell venni, tanácsot kell kérni. A kontaktlencsét és dioptriás szemüveget viselőknek is lehetőségük van UV-védelemmel ellátott lencsét választani. A szemüvegesek ezen kívül fényre sötétedő lencséjű dioptriás szemüveget is vásárolhatnak, a szürke hályog műtéten átesettek pedig akár káros sugarak ellenvédő műlencse beültetését is kérhetik.